Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világ helyzettel? Na nézzük akkor egy kicsit ezt a dolgot. Tehát ugye van kétféle embertípus, illetve mondhatnánk azt, hogy háromféle. Az egyik az, aki nagyon nagy mennyiségben lévő emberek, akik azt gondolják, hogy az anyag körül forog a világ. Tehát ami azt jelenti, hogy az anyag az életben a legfontosabb. Vannak azok, ugye sokkal kisebb számban, hogy az emberiség arányaihoz képest ugye az arányok is jóval kisebbek. Vannak azok az emberek, akik ugye már valamilyen szinten a szellemiségben elkezdtek hinni, de ugye még az anyag az főszerepet játszik az életükben. És ugye van egy kis szám, akik szellemiséggel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy ismerik a szellemiségnek a működését, és az anyagot azt háttérbe helyezték. És miért mondom ezt? Azért, mert most megnézzük ugye az embereket, akkor azt látod, hogy ugye vannak az átlag emberek, mondjuk az átlag ember, azt nevezzük mondjuk középrétegnek, vannak ugye a szegényebb rétegek, és vannak a gazdagabb rétegek, a gazdagok. Tehát ugye a gazdagok azok régen 3%-a volt gazdag a lakosságnak, nemrég ugye azt mondták, hogy 1% a gazdag, hát most már nincs 1% a gazdagban, tehát aki tényleg gazdag. Tehát néznek, nem 100 emberből egy gazdag, nem. Tehát ugye a gazdag azok, akik igazán gazdagok. Tehát ugye mit jelent az igazán gazdagság? Azt ugye úgy mérik a világban az igazán gazdag embereket, tehát most abban az értelemben értem a gazdagságot, ahogy alapvetően értik, pénz tekintetében. És az igazán gazdag emberek onnan mérik, hogy van legalább 1 milliárd dollárja. Tehát dollárja. 1 milliárd dollárja. Tehát azok onnantól kezdve kezdődik az igazán gazdag emberek. Az alatt lévők inkább azt lehet mondani, hogy jómódúak. Tehát jómódúak. Na most, akinek van 1 milliárd dollárja a Földön, az pár ezer ember. Na most onnantól kezdve akkor azt, ha megnézed, az nem 1%. A 0,1%-tized vagy 100%-százalék. Tehát az igazán gazdagok azok mondjuk 1000-ből vagy 5000-ből egy az igazán gazdag. Na most miért is mondom? Mert ha megnézed, az igazán gazdag emberek sem boldogok, de a jómódúak sem boldogok. Tehát az igazán gazdag emberek például
avval szórakoztatják magukat, hogy mit tudom én, tékozolnak. Tehát például, mit tudom én, fölgyújtják a több tízmilliós autójukat. Érted? És akkor utána kirakják a YouTube-ra, meg a Facebook-ra. Érted? Több tízmilliós autó. Tehát gondold végig, egy igazán gazdag ember már végig kipróbált minden olyan dolgot, amire a középréteg az alapvetően csak vágyódik. Tehát mit tudom én, van saját jachtja, ott evett, ahol akart a földön, érted? Oda utazott, ahova akart, ha kellett, ha férfi volt és akkor kellett neki, akkor egyszerre tíznője volt. Szóval lényeg az, hogy elérték azt, hogy gyakorlatilag már mindent kipróbáltak, amit pénzen meg lehet venni, mindent. És hát mégse boldogok. Tehát mégse boldogok. Mert ha boldogok lennének, akkor nem csinálnának még olyanabb dolgot, mint előtte. Érted? Szóval a gazdagok már tudják, hogy igazából a pénz az nem boldogít. De mégis az emberek arra vágynak, hogy gazdagok legyenek. Ráadásul ugye a gazdagságnak van egy nagy hátulütője. Az összes gazdag ember testőrök védik. Az összeset. Testőrök védik. Ami azt jelenti, hogy az milyen szabadság. Hogy bárhova megy, félnie kell, hogy nehogy valami történjen vele, nem csak vele, hanem az egész családját testőrök védik. Érted? Tehát például a gyerek az nem tud úgy iskolába menni, hogy testőr közben ne védeni. Ha mondjuk jár iskolába. Szóval a lényeg az, hogy milyen szabadság az, hogyha valakit állandóan őrizni kell. Tehát magyarul attól fél, hogy valami történik vele vagy a családjával. Tehát ez nem szabadság. Tehát az az ember, amelyik fél, az nem szabad. Tehát ott kezdődik, hogyha valaki fél, az nem szabad. Ha megnézed a tömegeket, bárki, akármilyen foglalkozása legyen annak az illetőnek, vagy akármilyen módon éli az életét, ha fél, akkor nem szabad. Miért? Mert a félelem fogja. Érted? Tehát egy fogoly, az nem szabad. Mondhatnánk azt, hogy a félelem rabságát éli. Egy rabember az nem szabad. Na most, ha tovább nézzük ezt a kérdést, akkor megnézzük, lejjebb jövünk az anyagi szinten, akkor azok az emberek, akik mondjuk a jómódúakhoz tartoznak, tehát még nem középrétek, hanem jómódúak, azok sem boldogok. Azoknak is egy jó része már testőrökkel jár, pedig még csak jó módú. És ugye azért nem boldog, mert több pénzt akarna. Tehát ő gazdag szeretne lenni, és nem csak jó módú. Na most van még egy rabság a félelmen kívül, amire az emberek nem is gondolnak, hogy az egy rabság. Az pedig a vágy
vágyaknak a rabsága. Tehát a vágyak rabsága. Tehát egy ember vágyódik, vágyakozik, akkor szintén mondhatnám azt, hogy nem szabad. És mondom is, hogy nem szabad. Tehát egy olyan ember, aki vágyakozik, az nem szabad. Miért? Gyere, elmagyarázom. Mert a vágyakozás az nem beteljesülés. A vágyakozás az azt jelenti, hogy az illető nem ért el. Érted? Nem ért el. Ha az ember egy olyan dologra vágyik, amit nem ért el, az nem tudja örömmel eltölteni. Oké? Majd akkor fogja örömmel eltölteni, ha elérte. De ami azt jelenti, hogy addig, míg nem éri el, abban neki semmi öröme nincs. Most gondold végig, csak egy dolgot, egyetlen egy dolgot, amikor mondjuk nem volt párod, és szerettél volna párt, és mondjuk láttál valakit, akit jó lett volna jelöltnek, nem tudom, volt-e ilyen az életedben, tegyük föl, hogy mondjuk volt, és ha nem kaptad meg, milyen rossz érzés volt, mert vágytál rá, de nem kaptad meg, és hány olyan dolog volt az életedben, amire vágytál, érted? És nem kaptad meg. Tehát a vágyakozás az ugyanolyan rabság, mint a félelem. Tehát az emberek alapvetően két dolog miatt nem boldogok, a vágyaik miatt és a félelmeik miatt. Oké? Na most, ha ezt a két dolgot megnézzük, mind a kettő az nem a tudatunkból fakad, hanem az érzelmeinkből fakad. Tehát egyik se tudatos, mind a kettő érzelem, a vágyakozás is, meg a félelem is. Mind a kettő olyan érzés, amit a legtöbb ember, illetve aki ezt csinálja, hogy fél, vagy aki azt csinálja, hogy vágyakozik, nem irányítja ezeket az érzéseket. Sőt, maga az érzés, a vágy irányítja az illetőt. Gondold végig, mondjuk miért lesz valaki bűnöző, ha nem vágyna arra, amit a bűnözéssel megszerez, akkor nem csinálta volna. Világos ez? Tehát a vágy az olyan erős, hogy az embert képes bűnözésre hajlamosítani. Érted? Tehát, hogyha valaki valamire nem vágyik nagyon, akkor nem lesz bűnöző. Érted? És az, hogy most mire vágyik valaki, az most ebből a szempontból részletkérdés. Ha éhezik és ételre vágyik, az is egy vágy. És ha emiatt mondjuk lop, akkor mi hajtotta? Nem az éhsége hajtotta, hanem a vágy hajtotta a bűnözésre, érted? Tehát kellett egy
közbenső dolog, ami arra vitte, hogy ő bűnözzön, az pedig a vágy. Na most van az ellen, vagyis a másik dolog, a félelem. A félelemmel úgyis ugyanez a baj. A félelem ugyanúgy félelemből az emberek hajlamosodnak arra, hogy bűnt kövessenek el. Érted? Ugyanúgy félelemből. Tehát félelemből meggondolatlan cselekvést tesznek. És meggondolatlanságukban olyat tesznek, ami mondjuk bűn. Pedig én mennyit olvastam ám arról, hogy a vágy az milyen fontos. Nem most. Hát mondjuk ilyen könyveket 2005-ig olvasgattam. Honnan? Mondjuk 95-től 10 éven keresztül rengeteg ilyen könyvet olvastam, ahol a vágy a könyvben meghatározó volt. Most gondold végig, hogy vajon azt az embert, aki mondjuk drogcsempész lesz, a könnyű pénzszerzés vágya vitte oda, hogy drogcsempész legyen. Világos. Tehát van itt két dolog, ami az emberiség megrontója, csak ezt az emberek nem gondolják végig. Az egyik a félelem, a másik a vágy. Na most például a ultragazdagok, ugye azok már nem tudnak olyan dologra vágyni, amit nem tudnak megkapni, mert ugye a vágy az mindig az anyagra koncentrálódik. Tehát a vágynak a tárgya az mindig egy anyag. Még akkor is, ha az anyag éppen egy ember, hiszen az ember is anyag. Érted? Tehát amikor az ember vágyik mondjuk egy másik személy jelenlétére, hát az a másik személy is egy anyag. Tehát a vágy előidézője mindig az anyag. Jó? Nyilván az anyagnak különböző formája van, az anyagnak egyik formája maga az emberi test. Szóval a lényeg az, hogy az emberek vágyakoznak, és a vágyakozásuk következtében olyan dolgokat tesznek, amit nem kellett volna tenniük, ami bűn. Ugyanis a vágy oldja a gátlásokat. Érted? A félelem pedig blokkolja a gátlásokat. Tehát blokkolja. Az azt jelenti, hogy egy félelemben lévő ember úgy cselekszik, hogy nem tudja igazából, hogy mit tesz. A vágyát kielégítő ember pedig olyat tesz, amit nem tenne, ha nem lenne benne az a vágy. Érted? Tehát mondok példát, hogy értsétek. Európában rengeteg olyan esemény van, hogy arab férfi vagy férfiak megerőszakolnak fehér nőt. De ő nem vágyna arra a fehér nőre. Nem vágyna arra a szexuális együttlétre, akkor nem erőszakolná meg. Világos voltam.
Okay? Tehát egyszerűen a vágy feloldja azt a gátlást, érted? Hogy ő nem csinálná, tehát nem csinálná azt egyébként, ha a vágy nem lenne erősebb. És nem lenne egy gátlásoldó valami. Érted? Tehát van két dolog, ráadásul mondom még egyszer, az, hogy vágyakoz, azt még tanítják is. Most is mondják az embereknek, hogy vágyakozzon arra, hogy visszajön a régi világ. Nem? Vágyjon arra, hogy mehessen nyaralni, stb. Stb. Érted? És ennek következtében például, hogy vágyik arra, hogy mondjuk olyat tegyen, amire nincs elég pénze, tételezzük fel, vagy nincs elég lehetősége, mert mondjuk a törvények gátolják azt a lehetőséget, akkor mit csinál? A vágya erősebb, ezért oldja a gátlást, és kihág. Érted? Kihágást követel. Milyen kihágást? Például úgy szerez pénzt, hogy nem etikusan, nem tudom, világos, nem etikusan szerez pénzt. Vagy megpróbálja kijátszani a, mondjuk a szabályokat, törvényeket. Tehát miért mondom ezt? Mert de tudni kellene minden embernek azt, hogy ez a két dologra egy embernek nincs szüksége. Ami azt jelenti, hogy ez ellen a két dolog ellen, hogy benned kialakuljon, talán tenni kellene, nem? Tenni kellene az ellen, hogy ne félj, és tenni kellene az ellen, hogy ne vágyakozz. Érted? Na most kérdezem én ezt, vagy azt, hogy tudás nélkül hogy fogsz tudni tenni? Tudás nélkül hogy tudsz felülkerekedni az olyan típusú érzelmeiden, amin eddig sem tudtál felülkerekedni? Tehát én azt látom, hogy az emberek az érzelmeiken csak és kizárólag tudással tudnak uralkodni, vagy felülkerekedni. Érted? És ha valaki ezt nem tanulja, akkor egész életét úgy éli le, hogy az érzelmei irányítják, mert ez úgy működik, hogy tisztában legyetek vele, hogy amikor az érzelmed bekapcsol, akkor a tudatod lekapcsol. Tehát egyszerre a kettő soha semmilyen formában nem működik. És ez egy automatikus dolog, hogyha az érzelmed bekapcsol, a tudatot kikapcsol. Oké? Okay? És onnantól kezdve, ha az érzelmed bekapcsolt, akkor nem te irányítod tudatosan magadat, hanem az érzelmeid irányítanak téged. Na most azért, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, mi az embernek a tudata? Semmilyen más lénynek itt a bolygón nincs tudata, csak az embernek. De semmilyen más bolygón nincs, semmilyen lény, más lénynek a bolygón nincs lelke. Ne keverjük össze
az életerőt a lélekkel. Az életerő is egy energia, és a lélek is egy energia. Csak a lélek az egy felsőbbrendű energia. Az életerő az pedig egy természetes energia. A kettő közt óriási különbség van. Tehát a felsőbbrendű energia az kizárólag az ember privilégiuma itt a Földön. Persze a Földet elhagyva nem csak az ember privilégiuma. Jó? Tehát de a Földön az emberé. És ez úgy működik, hogy ha képesek vagyunk gondolkodni és tudatosan cselekedni, akkor ennek egy oka van. Éppen hallgatunk a lelkünkre. Tehát az ember a lelke miatt gondolkodik. Világos voltam? És ez azt jelenti, hogy amikor gondolkodni vagyunk képesek, akkor egy magasabb frekvenciára rezgünk. És ezt a magasabb frekvenciát ugye mi hozzuk magunk létre, és ez kell ahhoz, hogy a magasabb rezgésű lelkünkkel azonos frekvencián legyünk. Hát az ember lelke az egy magas rezgésű energia. És a magas rezgésű energia általi információhoz úgy tudunk hozzájutni, hogyha felhozzuk magunkat egy magasabb rezgésre. Amit úgy is lehetne mondani, hogy egy jó hangulatra. És ha megnézed, te rossz hangulatban sosem tudtál gondolkodni, és a környezetedben sem tudott senki sem rossz hangulatban gondolkodni. Gondolkodni csak jó hangulatban lehet. Persze, tűnhet úgy, hogy valaki gondolkodik rossz hangulatban, de az csak úgy tűnik. Az nem gondolkodás. Tehát amikor a múltban járnak a gondolataid, érted? Akkor nem gondolkodsz. Akkor egy raktárban keresgélsz. Múlt az egy eseményraktár. Ami történt veled az életedben, az ott van abban a raktárban. És amikor a múltban vájkálsz, keresgélsz, nézelőd, akkor gyakorlatilag olyan, mintha fölütnél egy lexikont, és egy lexikonba nézelődnél. De egy lexikonba való nézelődéshez nem kell sok ész. Oké? A gondolkodás az egy teljesen más dolog. A gondolkodás, mint szó, kifejezi önmagát, amit az ember csinál. Akkor gondolkodunk, ha egy gondot oldunk. Oké? Most, hogy ez a gond, ez a tiéd, vagy valaki másé, az ebből a szempontból részletkérdés. Tehát ebben benne van az is, hogy megoldunk. Az oldunk, gondot oldunk, az azt jelenti, hogy gondot megoldunk a mai nyelvre lefordítva. Ugye mivel ez a szó nem most keletkezett, ezért ugye nekünk volt azért egy nyelvújításunk, ugye az 1800-as években, ugye amikor Kazincit rákényszerítették a nyelvújításra,
mondom, rákényszerítették az osztrákok a nyelvújításra, azért, hogy az ősi nyelvünk minél kevésbé maradjon meg. Tehát akkor nagyon sok szó megváltozott a kazinci nyelvújítástól. Ha olyan magyar nyelvet akarsz hallgatni, amire nem hatott a kazinci féle nyelvújítás, akkor menjél Csángóföldre. És a csángók azok még a régi magyar nyelvet beszélik. Oké? Mert ugye az addigra kicsámborogtak, mikor a nyelvújítás volt, és odáig nem ért el a nyelvújítás a csángókig. Tehát ezért van az, hogy a jelenlegi magyar kicsit nehezen érti a csángó kifejezéseket. Megértik egymást, csak nagyon oda kell figyelni, hogy most mit akar mondani ugye a csángó, vagy neki kell nagyon oda figyelni, hogy mi mit akarunk mondani. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi, és a szavunk kifejezi azt, itt vagyunk mi magyarok, és a szavunk kifejezi azt, hogy amikor gondolkodunk, akkor gondot oldunk meg. És az sosem múlt. Egy gondoldás sosem a múltban van megoldva. Ha egy gondot kell megoldani, azt a jövőben oldjuk meg. Oké? Ha már egy gondot megoldottál, az már nem gond. Érted? Egy gond addig gond, amíg nincs megoldva. És ezáltal, ha egy gonddal találkozunk, akkor azt nem a múltban oldjuk meg, hanem a jövőben. És ezáltal nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jövővel, hogy a jövőben én hogy fogom megoldani. Na most, de ahhoz, hogy az ember könnyen megoldja a gondot, az a tudót ki kell ásni. Tudásra van szükség. Tehát a nyelvünkben ez is benne van. A tudót kiássuk. Tudás. Tudásra van szükség. Ami annyit jelent, hogy ezt a tudást honnan tudod megszerezni. Vagy elég okos vagy ahhoz, hogy utána néz. Vagy elég okos vagy, hogy utána kérdez. Vagy egyszerűen megkapod a lelkedtől. De a lelked miért ilyen okos? A lelked azért tud okos lenni, mert a lelkednek olyan a rezgése, hogy kapcsolatban tud lenni egy felsőbbrendű lénnyel, amit én úgy szoktam mondani, hogy teremtőm. Ez a felsőbbrendű lény, ez minden információt ismer, ami csak történhet veled és annak a megoldását. Világos ez? Mindent. És a megoldást át tudja küldeni a lelkednek. Na most csak egy kérdés van, hogy vajon vagy-e olyan adott esetben, mikor a gondot meg kell oldani, akkor vagy-e olyan hangulatban, hogy ezt az információt meghald a lelkedtől? Ez a kérdés. Mivel a legtöbb ember nincs ebben a hangulatban, ezáltal, és nem is tudja magát ebbe a hangulatba hozni, mert ezt meg lehet tanulni, hogy hogy hozza az ember magát olyan hangulatban, ahol a lelkedet meg tudod hallani. Tehát ha az ember nem hozza magát ilyen hangulatba, akkor az imént említettem, hogy az okosabbjai
azok azt mondják, hogy utána kérdezek, vagy utána nézek valahol a megoldásnak. Oké? De ugye sok esetben a megoldás az iszonyú pénzbe kerül. Éppen nézegettem ma, e-mailen küldtek képzés információkat, nem mondom a nevét, jó? Egy nap képzés, egy napos képzés, ebben nincs benne se étkezés, se szállás, se semmi. A legolcsóbb egy napi képzése ennek az illetőnek, aki embereket képez, 137 ezer forint. Az a legolcsóbb. Egy nap. Egy nap, így van. A legdrágább egynapos képzése az 600 valahány ezer forint. Érted? És ezt életbe vágva a fontos képzés? Na most én olyat nem láttam még életemben, pedig emberekkel foglalkozok 93 óta. Tehát úgy értve, hogy tanítok, képezek embereket, vezetek 93 óta. Előbb kezdtem el az emberekkel vala foglalkozást, mert ugye 91-től szervezek embereket, és 87-től kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Akkor, mint üzletkötő. Tehát az üzletkötők azoknak kell tudni emberekkel foglalkozni és bánni, mert különben sosem nem fog egy üzletet sem kötni. Szóval a lényeg az, hogy 93-tól figyelem azt, mivel vezetek is embereket és tanítok is embereket, figyelem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki fejlődjön. Én még nem láttam olyat, hogy valaki egynapos képzés hatására fejlődött volna. Én még ilyet nem láttam. Ilyet nem láttam. De még olyat se láttam, hogy pár napos képzés hatására, vagy pár hetes képzés hatására tartós fejlődést ért volna el. Tudod, milyen volt a fejlődése mondjuk egy hosszabb képzés? Milyen hosszabb? Hát ilyen több hetes képzés hatására. Mondjuk ezen a szinten élt, akkor lett egy ilyen, és akkor utána szépen így visszament. Tehát lett egy ilyen gyors növekedés, nyilván nem óriási, tehát lett egy gyors növekedés, vagy egy ilyen szép fokozatos visszarendeződés. Azoknál egy kicsit lassabb ez a visszarendeződés, akiknél volt csapat, de ott is megtörtént a visszarendeződés. Akkor nem történt visszarendeződés, ha utána folyamatosan fizetett a képzés további képzésekért. Világos ez? De én nem láttam ellentétet. Tehát ha valaki utána továbbra is rendszeresen, valamilyen szinten rendszeresen vett részt képzésen, akkor tudta azt elérni, hogy nem rendeződött vissza ugyanarra a szintre, ahol elindult, hanem még esetlegesen tovább tudott fejlődni. De olyat is ritkán láttam, hogy valaki mondjuk óriási fejlődésen tudjon átmenni. Megmondom, hogy miért. Mert akik meg tudtak finanszírozni olyan képzéseket a múltban meg a jelenben, ami számottevő fejlődést eredményezhet, azt kizárólag a jobb módú vállalkozók tudták megfinanszírozni. Hát azért gondold végig, mondjuk egy napi képzésért fizetni 137 ezer forintot, 137.500 forintot, az azért nem teheti meg akárki, érted? És ha mondjuk az
kétnapos, háromnapos, vagy esetleg tíznapos, hát akkor már, ha mondjuk tíznapos, akkor már fölötte van a milliónak, érted? Ezt azért olyan sűrű nem tehetik meg az emberek. Na most tehát kik csinálták ezt? Alapvetően kik csinálják ezt? Hát általában a vállalkozók. A vállalkozók. Hát azok közül is nem azok, akik kényszervállalkozók, hanem akiknek jobban megy a vállalkozás és megteheti. Na most, de a vállalkozók azok mind alkalmazottakat foglalkoztatnak. És az a baj az alkalmazottal, nem akarom az alkalmazottakat megsérteni, de mióta én munkáltató vagyok, megtapasztaltam, és ezt mondták nekem, ezt a mondást, hogy az a fizetett ellenség. Az alkalmazott az a fizetett ellenség. Szóval lényeg az, hogy az alkalmazottak azok nem a tulajdonosért tevékenykednek ott azon a munkahelyen. Soha. Egy se. Érted? Még azok sem, akik piszkosul meg vannak fizetve, mert azt mondanák neki, hogy figyeld, itt van nem messze attól a munkahelytől egy olyan munkahely, ahol kétszer annyit fizetnek, már menne, másnap már menne. Érted? Szóval a lényeg az, hogy azok az emberek, akik vállalkozóként elmentek ilyen képzésekre, és tényleg eredményezett fejlődést, de azért nem láttam azt, hogy nagy fejlődést eredményezett volna, mert az alkalmazotti réteg az nem a saját emberei, érted? Azok érdek emberek, érted? Nem hit emberek, nem hitből dolgoznak azon a munkahelyen, hanem a pénzért, vagy jó esetben érdekből, jó esetben. Ami annyit jelent, hogy soha nem lesznek az alkalmazottak a tulajdonossal csapatban. Nem fognak úgy együtt csapatként működni sosem az alkalmazottak egy tulajdonossal, mint mondjuk egy foci csapat, ami ennek kéne lenni, egy foci csapatnak. Érted? Ezáltal, mivel állandó problémái lesznek az alkalmazottaival, a munkáltatónak, hiába tanul a munkáltató, az állandó jellegű probléma leviszi a hangulatát. Érted? És ha egy embernek lemegy a hangulata, akármit tanult, elveszíti a tudását. Persze, amikor visszajön a hangulata, akkor visszanyeri a tudását, de addig, míg rossz a hangulata, elveszíti a tudását. Ezért nem láttam még olyat, hogy aki munkáltatóként képzéseken részt vett, az nagyot fejlődött volna. Pedig neki lehetősége lett volna, hiszen látszatra hát van csapata. Ugye néhány egyéni vállalkozó is igénybe vett ilyen képzéseket, akiknek így jobban ment az egyéni vállalkozásuk, de nem alkalmaztak alkalmazottakat. Na most azok meg azért nem láttam, hogy nagyot fejlődtek volna, mert nem volt csapatuk. Érted? De a csapat az mindig azt jelenti, hogy saját szervezésű csapat. Érted? És nem érdekből
követik a vezetőt, hanem mondjuk hitből. Érted? Vagy meggyőződésből. Az most részletkérdés, hogy melyik. És az tud igazán fejlődni, akinek saját csapata van. Én ezt láttam az elmúlt 29 év alatt. Érted? Hogy csak azok tudtak fejlődni, akiknek lett olyan saját csapat, amely nem alkalmazotti saját csapat. És ezt most miért mondom? Hát mert kérdezem azt, hogy ugye az emberek nagy része az átlag ember. Az azt jelenti, hogy az átlag ember hogy éli az életét? Nem szabad, és nincs elég pénze. Nem? Még akkor is, ha jó módúnak tekinthető, akkor is több pénzt akar a legtöbb jó módú. Érted? Tehát, hogy neki még több pénze legyen. Tehát nincs elég szabad ideje, tehát nem szabad, és nincs elég pénze. Hát egy alkalmazott, hát nem igazán találkoztam olyan alkalmazottal életemben, aki szabad lett volna. Ha egy vállalkozó akar szabad lenni, mert mondjuk összegyűjtötte a vagyonát, hogy szabad lesen, akkor pedig, mikor a szabad életet éli, akkor meg éppen fogyasztja a vagyonát. Érted? Ami azt jelenti, hogyha túl sokáig van szabadságon, tehát túl sok ideig élvezi a szabad életet, akkor előbb-utóbb már nem lesz vagyona. És ezt gondold végig, ez tényleg így van, ez nem csak én beszélek erről. Ez tényleg így van. Ezáltal az embernek, ugye, hogy szabad lehessen, és ne fogyjon a vagyona, nem sok lehetősége van. Nem sok. Hát ha mondjuk örökölsz egy vállalkozást, egy jól menő vállalkozást, és magára hagyod, akkor előbb-utóbb az nem jól menő vállalkozás lesz. Mert az alkalmazottak kilopják a szemedet. Bocs, de ez van. Én nekem volt olyan ügyvezetőm, aki rokonom volt. Nem nekem, a nejemnek. A nejemnek az unokatestvére volt. Ezért megbíztunk benne. Sok millió forinttal rövidített meg minket. Érted? Pedig direkt azért alkalmaztam, mert azt gondoltam, hogy egy olyan valakibe meg lehet bízni, aki pici gyerekkorától ismeri a Maria nőt, a feleségem. Érted? Ismerik egymást. És nem lehetett megbízni. Na most onnantól kezdve gondold végig, hogy lehet megbízni egy olyanba, aki idegen. Tehát ha egy idegennek én szabad kezet adtam, amikor cégvezető voltam, akkor mindig fogyott a vagyonom. Érted? Akárhogy megfizettem. Szóval a lényeg az, hogy ugye én az átlagnál egy kicsit többet tapasztaltam az emberek működéséről, és én azóta is nézegetem, hogy milyen lehetőségek vannak a világban, és persze vannak olyan lehetőségek, ahova, mit tudom én, betetted a pénzedet,
akár nem is túl sokat, pár tízezer forintot, és az most, mit tudom én, az a pár tízezer forint most egy milliárdot ér. Érted? Le lettek ilyenek. De azt gondold végig, hogy, lehet, hogy mit tudom én, ez neked nem tűnt etikátlannak. De hogy a, semmiért adnak az emberek pénzt. Ha ez valakinek etikus, akkor ott valami nála a fejében nem stimmel. Etikai kérdésben természetesen. A semminek semmi az értéke, érted? Tehát a, amikor a semmit felértékelik, azt úgy hívják, hogy átverés. Érted? És egy átverés addig működik, míg az embereket át lehet verni. Érted? De ezzel csak, csupán csak az a baj, hogy lehet, hogy sokáig át lehet verni őket, évtizedekig is akár, mert ezen a területen is már átverik, vagy 10 éve, amiről éppen beszélek. Érted? És, működik már vagy 10 éve, és folyamatosan átverik az embereket, hogyha semmiért pénzt adnak. Eladják a semmit, és megveszik a semmit drágábban. Érted? Hát persze, ez a, legjobb üzlet a világon, hogy nem veszek semmit, viszonylag kevés pénzért, és utána a semmit eladok jó pénzért, érted? Hát ez, a legjobb buli. De ez, ha megnézed, ez nem etikus. És minden etikátlanságnak, amit a bolygón elkövetsz, annak meg fogod inni a levét. Érted? Még akkor is, ha nem érzi úgy egy másik személy, hogy te átvágtad. Még akkor is. Tehát az nem kell egy másik személy, hogy azt érezze, hogy te átvágtad. Érted? Hanem egyszerűen az embernek fel kellene tudni ismerni, hogy az egy átvágás-e, vagy sem. Érted? És ezt úgy hívják, hogy etika. Egy etikus ember képes arra, hogy ezt felmérje, hogy az átvágás, vagy sem. Szóval a lényeg az, hogy gondolkozz el azon, hogy hogy fogsz megoldást találni a félelmeidre. Hogy fogod megoldani, hogy ne félj? Hogy fogod megoldani azt, hogy a vágyaidra megoldást találj? És hogy tudod elérni majd, hogy ne vágyakozz? Tehát ugye én azt az információt kaptam ezzel kapcsolatban, hogy a vágy az élet megrontója. Oké? Akármilyen hihetetlen. Hogy oldod meg ezeket a dolgokat? Hogy oldod meg azt, hogy ne az érzelmeid irányítsanak téged, hanem képes legyél gondolkodni? Képes legyél a lelkedre hallgatni. És hallgattam egy előadást tegnap, egy 20 percet volt fönn az interneten, csak úgy kíváncsiságként megnézem, az egyik ugye ismert magyar előadótól, aki elvileg emberek fejlesztésével foglalkozik,
És azt mondjam, azt mondta többször az előadásában abban a 20 percben, tehát ez nem egy előadás részlet volt, hanem otthon ült, vagy valahol ült, és akkor onnan tartotta az előadást. Tehát ez kiment élőbe, és utána felvételként fönnmaradt. És lényeg az, hogy többször mondta az előadásban, hogy hallgass a lelkedre. Érted? De azt egy szóval nem mondta, hogy hogyan. Ugyanis a lélek az csak sugdos. Az ego megordít. És az emberek nem a lelkükre hallgatnak ezáltal, hanem az egójukra. És nem tudja megkülönböztetni az ember, legalábbis az emberek nagyon nagy része. És az egójára hallgat, mert van belső hang, az az egó. Érted? Sőt, a legtöbb embernek az egó folyamatosan pofázik. Folyamatosan. És akkor mondja, hogy hát, én a belső hangokra hallgatok. Aha. Abból szinte semmi az, ami a lélek üzenete, érted? Szinte semmi. Eleve a lelked sosem üzen olyat, ami etikátlan lenne. Mi az, hogy etikátlan? Például olyan, olyan cselekedet, amit bezzeg te nem szeretnéd, ha veled tennének. Az ego simán üzen olyat, hogy tegyél olyat, amit bezzeg te nem szeretnéd, ha veled tennének. És akkor mit mond az illető? Ó, hát nekem van belső hang, amelyre hallgatok. Hát eleve például ugye nálunk azt megtapasztaltam, ugye itt a szervezetünkben, hogyha valakinek van egy belső hangja, tehát valamilyen döntést kéne hoznia, és kap egy belső hangot, hogy az emberek már tudják, hogy az valószínű az ego. Ezért, mit tudom én, hozzánk fordulnak, akik meg tudjuk mondani, hogy az most helyes vagy helytelen, érted? Azt, amit tennél. Mert én még olyan lekérdezést is tudok csinálni, hogy meg tudom kérdezni, hogy az adott illetőre az helyes lenne, vagy helytelen lenne. Pedig az nem az én életem. Szóval a lényeg az, hogy tanítók tanítják, elvileg tök jó, hallgass a lelkedre. Aha, és hogy csinál? Mi a módszeredre? Honnan tudod, hogy az nem az egód volt? Hm? Oké? Okay. Hát a legtöbb ember még arra se képes, hogy az egóját elcsitítsa. Hogy az ego az csöndbe maradjon. Még arra se képes. Amit ugye meg lehetne kérdezni tőletek, hogy ki az úraháznál, te vagy az egód? Van egy közösségünk, ahol képzéseket tartunk, hogy átadjuk az embereknek azt a tudást és azokat a képességeket, hogy képesek legyenek az életükben minden helyzetet, ami problémaként jelentkezik, megoldani, képesek legyenek megelőzni a problémákat, képesek legyenek bármilyen élethelyzet kerül eléjük,
helyes cselekvést abban az élethelyzetben. Képesek legyenek célt megvalósítani. Miért? Miért csináljuk ezt? Vagy csinálom ezt? Miért adok át tudást? Mert én ezért születtem. Én ezért születtem, hogy azt, amit tudok, meg azt, amit kapok tudást, azt átadjam. Ezért születtem. Ezért például úgy van kialakítva a rendszerünk, hogy a képzéseknek, a képzésekből befolyt tandíjakból, azoknak a tandíjaknak a 75%-a az kifizetésre kerül azok számára, akik azt a tanulót hozták, vagy annak a szervezésében közvetve vagy közvetlenül részt vettek. Tehát azok számára kifizetésre kerül. Ami azt jelenti, hogy a cégben marad ugye a költségek finanszírozására gyakorlatilag a tandíjaknak a 25%-a. Sehol nem találkozol ilyennel. És ameddig az illető itt tanul, az a személy, aki hozta, és ha ő is itt tanul, természetesen, akkor addig részesedik annak a hasznából. Oké? Tehát ez úgy van felosztva, ez a mindenkinek a tandíja, hogy 25% a költség, 75% pedig a haszon. És a haszon a szét van osztva a szervezők közt. Teljes egészében 100%-ban. Ez lehetne másként is, mert ilyen nem fogsz találkozni sehol, hogy valaki képzéseket tartanak, és a bevételnek a 75% az szét van osztva azok közt, akik szervezik az embereket. Tehát ez, mondok egy példát, jó? Ugye a tandíj az első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól 9.800 forint, így opciósan. Ráadásul ugye még árgarancia is van a 9.800 forintra, 35 havi árgarancia. De ez akkor van, hogyha valaki rendszeresen fizeti a tandíjat. Bármikor abba lehet hagyni, nem probléma. Ő problémája, ha abba hagyja a képzést. És lényeg az, hogy ennek a tandíjnak az első hónapban 6.400 forint a szervezői. A második hónaptól meg 3.200 forint a szervezői minimum. Tehát minimum, legkevesebb. És ameddig az illető itt tanul, minimum ezt a 3.200 forintot kapja minden tanulója után. És akkor van egy olyan rendszerünk is, ehhez kapcsolva, hogy nem csak szervezhet valaki, hanem a tanulókból szervezői csapatot szervezhet. És ha a csapatában lévő tanulók szerveznek, akkor azután is tud kapni jutalékot. Az minimum 300 forint. Tehát minimum 300 forint. Tanulónként a második hónaptól, az első hónapban. Az első hónapban, mikor fizet tandíjat valaki, akkor azután 600 forint minimum. És ez felmehet ennek a többszörösére is, tehát gyakorlatilag ez a 300 forint, ez fölmehet akár 4200 forintra. Oké?
Tehát lényeg az, hogy ez egy másik dolog ahhoz képest, hogy tanulunk. A tanulás mihez kell? Hogy aranykor lehessen ez a bolygó. Az aranykorba ja, rossz irányba megyek. Tehát ilyen dolgokat tanulunk, hogy tudj bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Nem pár nap, de nem is pár hét, nem is pár hónap. Bármikor abba hagyhatod, de az azt jelenti, hogy a jelenlegi képzés körülbelül 6 éves. A jelenlegi, és ez összességében 9 év lesz. Nézzük tovább. Azért tanulunk, hogy különben nem juthatsz be az aranykorba. Érted? Tehát ha nem tanulod meg azt, hogy képes legyél békében és szeretetben élni, nem juthatsz be az aranykorba. Oké? És mi lesz az emberekkel? Az embereket azok, akik intézik, hogy megszülessünk. Oké? Tehát, hogy a lelked bekerüljön ebbe a testbe. A gondold végig, olyan szervezés van, hogy már akkor le tud jönni a lelked, amikor megfogalsz. Magyarul előre pontosan tudják, hogy milyen családba és mikor fogsz megszületni, tehát megfogadni. Elég pontos szervezés van, és beköltöztetik ugye akkora testedbe a lelkedet, mikor ugye kibújsz édesanyját hasából, és utána benne vagy ugye mint lélek a testedben, és akkor gondolod, hogy tőlük nem függ, hogy te mikor halsz meg. Hát nyilván akkor nem, ha öngyilkos leszel, de azon túlmenően. Oké? Persze befolyásolhatod a halálodat azzal, hogyha tönkreteszed a testedet, persze egyértelmű, aki jó, meg tudod rövidíteni az életedet, de láttál már olyat, hogy valaki balesetben meghalt? Mármint hallottál ilyenről? Vagy hallottál olyanról, hogy valaki hirtelen meghalt, mit tudom, agyvérzésben, vagy valami más egyéb ilyen gyorsan lezajló dologban? És azt gondolod, hogy véletlen? Azaz, amikor azt csinálják, hogy na, akkor ezt vonjuk ki a forgalomból, ezt az illetőt. Oké? De nehogy azt gondold, hogy addig élsz, ameddig akarsz. Az utolsó határidő az 2035, az előző anyagban benne volt. Érted? 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lenni. De ami azt jelenti, hogy legelőször Magyarországon kell aranykornak lenni. Mert ez innen indult ki, ez az egész, érted? És itt kellene először aranykornak lenni. Ami azt jelenti, hogy Magyarországnak kellene mintát mutatni, és utána a Kárpát-medencének kellene mintát mutatni arra, hogy mi az, hogy aranykor. És ha ez nem fog megtörténni, akkor ezt az emberiséget úgy, ahogy van, lehúzzák a WC-n. Érted? Mert már ennek az emberiségnek lejárt minden ideje 2012. december 22-vel. Azért élünk még, mert sok a jó ember. Csak egy baj van, hogy a jó emberek nem tesznek semmit.
És ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És sajnos a legtöbb jó ember semmit nem tesz azért, hogy jobb legyen. Semmit. Mert mit csinál a legtöbb ember? A legtöbb jó ember, mert ugye itt a jó emberekről van szó, belevesz az anyagba. Minél több anyag, minél? Halmozzunk. Érted? És a nagy halmozásban mit csinálnának akkor az emberek, ha mondjuk olyan helyzetbe kerülnének, hogy jó, akkor holnap költözniük kell. Nem holnap után, holnap. Mit csinálnának? Hm? Hogy tudná mobilizálni magát? Hm? Hogy mobilizálnád magadat? Ha egyik napról a másikra hirtelen olyan helyzet lenne, hogy költözni kell. Mit csinálnál? Jó kérdés, mi? De halmozd nyugodtan a vagyont, mert attól nem tudsz megszabadulni egyik napról a másikra. Oké? Szóval a lényeg az, hogy a jó emberek elbutultak. De a jó emberek, mivel jó emberek, ezért okosodni tudnak, ha akarnak. Természetesen. És ha megnézzük, ide visszamegyek, egy pár dologban egyedülálló vagyok. Mert egy pár dologban, egy ilyen páratlan kombinációban létezek. Például keres még olyan vezetőt, aki 4 különböző területen ért el piacvezetői pozíciót a szervezetével. Úgy, hogy azokból 2, tehát teljesen ellentétes is van benne. Tehát 3 az bizonyos szempontból egy terület, meg egy másik teljesen ellentétes. Az egyik pénzügyi terület volt a 3, a másik meg szellemi terület. Tehát én vagyok az egyetlen, aki képes volt arra, hogy egy kalap alá hozza az anyagot és a szellemiséget. A mindennapokban használható tudás terén nincs rajtam kívül a bolygón még egy személy, aki annyi tudást tudna átadni, mint én. És ez nem nagy képűség. Ezek tények. És ugye az aranykor kérdéséről. Ma a bolygón nekem van a legtöbb információm, hogy milyennek kellene lenni az aranykornak, illetve milyen lesz az aranykor. Tehát ha most lenne aranykor, akkor most meg lehetne valósítani annak alapján, amit arról tudok. Oké? De egyébként egy olyan társadalmi forma, ahol az embereknek nincs szükség közvetlen irányításra. Jó? Csak nehogy valaki azt gondolja, hogy én valamilyen vezetői pozícióra törekszik ezen a téren, mert óriási tévedésben él, aki ezt gondolja. Én egyet szeretnék, hogy képes legyél minden élethelyzetedben boldogulni. Ennyi. És nekem az az öröm, hogyha azt látom, hogy az emberek az élethelyzeteikben boldogulnak. És nem csak nekem öröm, hanem a páromnak ugyanúgy. Érted? És ez a különbség a gazdagok és azok közt, az emberek közt, akik az emberek tudásával ténylegesen elérhető áron foglalkoznak, az a különbség, hogy mi nem az anyag miatt vagyunk boldogok, hanem amiatt, hogyha te boldogulsz, érted? És hála Istennek, mivel
nagyon sok emberem van, ezért ugye ezt nap mint nap látom. És én azt kívánom neked, hogy neked is legyen nagyon sok embered, mert ezen a bolygón több mint 3 millió olyan emberre van szükség, aki képes tudásátadásra és emberek vezetésére, érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!